Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Az örök fénybe költözött. Elhunyt Udvardi Erzsébet festőművész. Borfőzésben is jók. Vasutasok találkoztak Tapolcán. A felnőtt kor küszöbén. Szalagavató a Széchenyiben. Február 5-én a Keszthelyi Kórházban elhunyt Udvardi Erzsébet Badacsonytomajon élő Kossuth-díjas festőművész. Szülővárosában Rudnay Gyulától tanult festeni, majd Budapesten elvégezte a képzőművészeti főiskolát, ahol Bernát Aurél, Domanowski Endre, Fónyi Géza és Hinz Gyula voltak a mesterei. 1955 óta kiállító művész. 1961-ben elnyerte a Derkovics ösztöndíjat. 1958-tól a Balaton mellett Badacsonytomajon telepedett le, fő ihlető forrása a környező táj, melyről tájképeit és életképeit festette kezdetben posztimpresszionista stílusban. Később már a táj és a környezet hangulatait igyekezett megragadni, összefoglalni expresszív, szürrealista stílusú festményeken. Foglalkoztatták a bibliai témák, a szentek élete. Köztéri művei gyakran templomokat, kápolnákat, kegyhelyeket díszítenek. 1984-ben ő vállalkozott arra, hogy a tapolcai Szentkút tönkrement madonnája helyett új madonnát fessen, és megfestette úgy a témát, ahogyan az a laikus hívő képzeletében megjelenik. Egyszerre tiszteli a festészet tárgyát és a befogadót is. Főleg hazai tárlatokon szerepelt, de mind egyéni, mind csoportos kiállítások során bemutatkozott külföldön is. Műveit számos közgyűjtemény őrzi, köztük a Magyar Nemzeti Galéria, a Keresztény Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia, a Szolnoki Damjanics János Múzeum, a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum. Testét szülővárosában Baján helyezik örök nyugalomra szombaton. Tapolcaváros önkormányzat képviselő testülete a 31/2011-12-12-es önkormányzati rendelete alapján támogatást nyújt a felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű, tapolcai állandó lakóhelyen rendelkező hallgatók számára. A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2013. február 28-a. A támogatás feltételei: magyar állampolgárság, legalább 8 éve állandó lakóhely Tapolcán, az ország bármely államilag elismert felsőfokú oktatási intézmény teljes idejű nappali tagozat, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésében, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésében, vagy egységes osztatlan képzésben első diplomaszerzés. A 2012-13-as tanév első fél évében elért tanulmányi eredményének számtani átlaga eléri vagy meghaladja a 4-t. A családban az egyfőre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, 57 ezer forintot. 25 éves kornál fiatalabb életkor. A pályázónak és a vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozóinak az önkormányzat felé adótartozása, valamint adók módjára behajtandó köztartozása nincsen. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző fél év tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány index hitelesített másolatát, vagy az intézmény tanulmányi hivatala által kiállított hiteles dokumentumot a tanulmányi eredmény számtani átlagának igazolásával. Egyéb területen kiemelkedő eredményeiért kapott oklevél díj pályázat eredményének igazolását. A családi, jövedelmi, vagyoni viszonyairól szóló nyilatkozatot igazolásokkal együtt a rendszeresen nem mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy év átlagát, amennyiben a kérelmezőt vagy családját létfenntartásában más személy segíti, úgy a megnevezett személy nyilatkozatát a támogatás összegéről és jövedelem igazolást. A kérelmező jövedelméről igazolásokat, rendszeres havi kiadásairól igazolásokat és tanulói-hallgatói jogviszonyról szóló igazolást. Nem részesülnek tanulmányi támogatásban a felsőfokú szakképzésben résztvevők. A támogatás igénylésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a polgármesteri hivatal önkormányzati és igazgatási iroda általános igazgatási csoportja nyújt, ahol az igényléshez szükséges nyomtatványok rendelkezésre állnak. A beadás határideje tehát még egyszer február 28-a. 34 csapat érkezett az ország minden tájáról az immár hagyományos tapolcai országos vasutas forraltbor főző versenyre szombaton. A tudás összemérésén túl természetesen az önfelett szórakozás volt a cél a rendezvényen. Immár 5. alkalommal rendezzük meg a forraltbor főző versenyt, amely tulajdonképpen most már országossá nőtte ki magát.
Reméljük, hogy hagyomány lesz belőle, és még hát hosszú éveken keresztül ez minden februárban megrendezésre fog kerülni. Országos verseny, ez mit jelent egészen pontosan? Hány csapat van és honnét jöttek? Hát egészen pontosan 34 csapat van az idén, akik beneveztek a versenyre. Ez tulajdonképpen hát az egész Dunántúl területét jelenti, Zalaegerszeg, Szombathely, Pécs környékét, de érkeztek Budapestről, és még a tulajdonképpen a Dunatisza közéről is. A tapolcai csapat mivel készült a mai napra, milyen bort főz, és hát milyen elvárások vannak a csapattal szemben helyezést illetőleg? Hát természetesen szeretnénk, hogyha minél jobb helyezést érnének el, de egyébként több csapat is indult Tapolcáról, ugyanis itt a vasút keretein belül többféle szakszolgálat működik, így mint a forgalom, pályafenntartás, biztosító berendezés, és tulajdonképpen mindegyik hát saját csapattal indul, úgyhogy több esélyes az, hogy tapolcai csapat legyen az első, de természetesen hát a zsűri az pártatlan lesz, úgyhogy majd meglátjuk, hogyan döntenek. Versenyről van szó, de senki nem látom a verseny izgalmát, és hát az sem, hogy olyan nagyon-nagyon nyerni akarnának. Ilyenkor, amikor összejönnek kollégák, mit tudnak megbeszélni, el tudják-e felejteni a hétköznapok gondjait? Természetesen itt a vasutasoknak nagyon-nagyon sok közös élményük van, ami a munka során felgyülemlett bennük, úgyhogy ezt szívesen kicserélik egymással, és hát természetesen egy jó pohár bor mellett bármiről lehet beszélgetni, úgyhogy azt hiszem, hogy a jó kedv az itt kötelező. A borfőzésen kívül más program is van itt a tapolcai állomáson, gondolok itt a hátunk mögött már hangoló zenekarra is. Mivel várják a kollégákat ma? Hát egy kis koncerttel készült a csapat, akik majd hát itt egy rövid előadást fognak tartani, jókedv fokozása céljából, és hát egészen egyedi a színpad is, sikerült egy vagont ideállítani, úgyhogy stílusosan egy vagonszínpadon fognak zenélni. A tapolcai állomás most már azt hiszem, hogy országosan is híres arról, hogy itt igen nagy megmozdulások vannak, pörköltfőzés, borfőzés, mi lesz a következő megmozdulás? Természetesen a következő szokás szerint nyáron a vasutasnap alkalmával egy pörköltfőző verseny, hát ez is immár hagyományteremtő, hiszen már sokat szóra rendezzük meg. Ez igazából egy ilyen nyílt nap is a vasút felé, hiszen várjuk a város lakosságát is, hiszen mozdonyokat tekinthetnek meg a gyerekek, sőt hajtányozhatnak, sokféle programmal szoktunk készülni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. A verseny végeredménye. A bíráló bizottság döntése alapján 4 csapat bora kapott kiváló nagy arany minősítést, ezek közül egy nyerte el a kupát. A kupa nyertese Balatonfüred pályafenntartás csapata lett. A többi nagy arany helyezés Boszorkányok Tapolc állomásfőnökség, a Sümegi csapat és a Celdömölki utazók csapata. Hamarosan véget ér a gondtalan gyermekkor a Széchenyi István szakképző iskola végzősei számára. Ezt jelzi a ruhájukra feltűzött szalag. Az ünnepélyes feltűzésen mi is ott jártunk kameránkkal, nézzék meg összefoglalónkat.
Kedves nézőink, eddig tartott a krónika, nézzük főbb híreinket röviden. Az örök fénybe költözött. Elhunyt Udvardi Erzsébet festőművész. Borfőzésben is jók. Vasutasok találkoztak Tapolcán. A felnőtt kor küszöbén. Szalagavató a Széchenyiben. Köszönöm kitüntető figyelmüket, rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!